olvassátok, mert csak akkor tudjátok érdemben használni, hogyha kipróbáljátok, és látjátok, hogy mennyire tudtok ezekkel boldogulni. Többségben terveztem a mai alkalmat. Egyrészt a tanulás folyamatát szeretném végigvinni, másrészt pedig az eszközök alkalmazása a szövegértés szempontjából is különböző szinten áll. A szövegek feldolgozásában egészen az egyszerű ismeret megszerzéséig, a megértéstől, az analizáláson keresztül egészen az értékelésig haladnék, és ehhez gyűjtöttem ezt a számotokra azokat a fontos linkeket, fontos oldalakat, alkalmazásokat, amelyek szerintem megkönnyítik a munkámkat. Nem vagyok, nagyon szeretem ezeket az eszközöket, de nem vagyok fanatikus, tehát öncélban semmiképpen nem gondolom, hogy alkalmazhatnánk ezeket, hanem mindig megfelelő indokkal, nem is kell minden órán használni. Egy-egy ötletet szeretnék mutatni nektek a saját gyakorlatomból. Én hogyan csinálom, mi mire jó, igyekszem elmondani az előnyeit, hátrányait ezeknek az oldalaknak, az alkalmazásoknak. És akkor, amit szeretnétek, alkalmaztok, ezt az oldalt el fogjátok tudni érni a QR kód segítségével otthonról is, úgyhogy bármit használhatok. Vannak olyan linkgyűjtemények, amelyek nem szerepelnek itt az oldalak a kivetítőn, de otthon búvárkodhatok még, tehát ezt tovább gondolásra is alkalmasnak szeretném hinni. Nagyon örültem annak, amit mondtatok, hogy senkit se korbáccsal kényszerítettek ide, úgyhogy ennek nagyon örülök, és azért szeretném, hogy jól érezzétek magatokat, és ha már a mese útján vagyunk, akkor én arra gondoltam, hogy nagyon rövid mesével kezdem, és hogy helyezkedjetek el kényelmesen a széketekkel, most nem kell csinálnom, és nem véletlenül választottam ezt a mesét, majd el tudom mondani, hogy miért, addig még nyitva adom a villanyt, hogy lássak olvasni, aztán majd lesz. Volt egyszer két testvér. Az öregebbnek nem született gyermeke, feleségével él. A fiatalabbiknak négy gyermeke. Közösen vásároltak földet, nehéz munkával feltörték az udat, hordták a köveket, elvetették, ápolgatták a búzát, együtt művelték a birtokot. Amikor eljött az aradás ideje, együtt aradtak, majd elfelezték a terület. Mindketten elégedetten tértek haza. Azonban eljött az éjszaka, de egyiknek sem tudott elaludni. A fiatalabb ezt gondolta. A bátyám meg a felesége idősek már. Nehezükre esik a munka. Semmi segítségük sincsen. Nekem legalább itt van a négy gyermekem, ha felnőttek, hogy segítenek. Viszek nekik egy zsákmúzát az enyémből. Az öreget pedig így gondolkodott. Az öcsémnek négy gyermeke van. Több ennivalóra van szükségük, mint nekünk kettőnkre. Viszek egy zsákkal a magaméból. Terjüket valóra is váltották. Mind a ketten elvitték a zsák gabonát a másik kamrájába. Reggel, amikor megszámolták a saját zsákjaikat, megdöbbenve látták, hogy egy sem. Elcsodálkoztak ugyan, nem szóltak semmit. Este ismét elindultak, hátukon a nehéz zsákkal, de másnap megint ugyanannyi volt, mint előtte. Így ment ez napról napra. A hetedik napon nem volt sötét az éjjel. A teli hold fényesen világított. Így történt, hogy amint ment, egymás háza felé, bánikon a nehéz zsákkal, egyszer csak megpillantották egymást. Mindkettő letette a gabonát, és a szívük csomult egy telt szeretettel. Megölelték egymást, a
hold fénye beragyogta a hölgyet, és körülötte egy két embert. Azon a helyen, ahol vállaikon a nehéz zsákot cipelve találkoztak, templomot építettek. Ez a mese címe, hogy az első templom. Nem véletlenül választottam, ugyanis egyszer Boldizsár Ildikó előadásán olvasta fel ezt a mesét. Én akkor határoztam el, hogy nálunk egyszer lesz testvérekével, mert úgy éreztem, hogy ez a mese, ez nagyon szép, és biztos, hogy megfogja majd a gyerekeket is, meg talán még a felnőtteket is. Úgyhogy ezért most in medias res, így kezdtünk, hogy nálunk most a testvérekével van, de hogy mi is ez az egész, mi ez a mese, úgy, hogy mindjárt el fogom mondani. És most ahelyett, hogy különféle tudományos meghatározásokat mondanék nektek a meséről, én néhány kedvenc idézetemet hoztam el nektek. Szakmai napján, ugyanis minden évben van kettő ilyen, ezt így mondom nektek, hogy nagyon érdemes elmenni, bár én magam fizetem a tagdíjat, meg stb., de nagyon jó. És a Cseh Kultúra házában volt ez az előadás, és a Móra kiadó megajándékozta a résztvevőket. És ez a mondat nekem nagyon-nagyon tetszik, és majd meg fogom nektek mutatni. Most hosszú hónapokon keresztül elkezdtem csinálni egy könyvtári honlapot, és annak a felső mezőjében ez a motto szerepel. A gyermeki léleknek a mese olyan, mint vetésnek a májusi eső. Itt van a rajz egészében is. Sokkal több időt töltött könyvtárban, és mindig segít nekem. Én írok egy listát, átküldöm neki előtteli, és visszaküldi nekem, és nagyon hálás vagyok neki, mert ő sok mindenre felhívja a figyelmemet, ha kifelejteni valamilyen fontos. Na és akkor előáll a mesebibliográfia, én ebből egy szűréssel készítek egy osztályonkénti kínálatot, hogyha megfordultok, ott ki is van rakva egyébként az idei. Tehát ez a harmadik, negyedikes. És akkor sok tanítónéni megteszi azt, hogy a másodikos bizonyítványba beleteszi ezt az olvasó listát, és vannak hála Istennek olyan szülők, akik képesek születésnapra könyvet venni,
hála Istennek, és akkor már is lejjebb vagyunk, mert hogy az a másik nagy probléma, ugye, hogy egy könyvből jó, ha tudok venni egyet mostanában, sőt, mostanában egyet se, de az, hogy több példány legyen, azért az nehéz. Antikváriumokban szoktam egyébként mostanában. És a Ballagó 8-asok régen ilyen nagy albumokat ajándékoztak a könyvtárnak, most azt szoktam mondani, hogy mese könyvet kérek, és akkor abba beírják a gyerekek a neveket egyébként. Tehát adva van a mesebibliográfia, eljön a szeptember, és hogyha kilábaltam az ingyen tankönyv örömeiből, akkor ugye szeptember 30-a a Magyar Népmese napja. Na ezt nagyon sokféleképpen próbáltam már, most mutatok egy-két rövid részletet, ha sikerül. Először a könyvjelzőket akarom mutatni nektek, a Sárkány évében volt, csak egy pár perc, hogy lássátok, hogy milyen szépeket csinálnak a gyerekek. Ez a sárkány éve, ezt így rá lehet akasztani az ajtóra egyébként, és ez is szimbolikus, ne zavarj, most sárkányozom a könyvtárban. És akkor átalakul a könyvtár, egy hatalmas szőnyeget szoktam leteríteni, és akkor itt egy rendezvény lesz. Egyébként az a szőnyeg a szüleimé volt, és nekem mindig olyan jó érzés, hogy mintha otthon lennék. Úgyhogy gyönyörű könyvjelzőket csinált, tehát erről már beszéltem. És akkor a másik dolog, ami nagyon fontos nekem, több dolog miatt is, a mesemondók. Egy évekig azt csináltuk, hogy a felsős magyar tanárokat megkértem, hogy ötödikes gyerekeket olvastatnak úgyis évelején, hogy a legszebben olvasó gyereket küldjék ide le. És akkor az nagyon jó érzés volt egyébként a tanítónénnek is, hogy az ő volt tanítványai közül ötödikesen lejön egy gyerek és felolvas egy mesét. És ezt nagyon sokáig csináltuk is, de aztán egyszer valahogy egy nagyon kedves kolléganőm, a Gyurkó Móni, beszélgettünk egymással, hogy ő mennyire szereti a Boldizsár Ildikót, meg így a mesemondás úgy. A lényeg az, hogy kipróbáltuk, hogy ő megtanult egy mesét. Ezt is szintén egy továbbképzésen hallottam, amit a Magyar Olvasás Társaság szervezett, hogy kipróbálták azt, hogyha a mese nem könyvön keresztül megy. Ugye én most nektek direkt így olvastam, hogy egy papírból. Most amit mutatok majd nektek, a Gyurkó Móni ezt a mesét mondta most az idén a testvérek évén. Persze nem így, ahogy én, hanem a gyerekekre kicsit áthangszerelve, és ő mindig megtanulja a mesét, és szívből szívbe. Tehát az az igazi, azt hiszem, és a Móni egy olyan egyéniség, aki ezt meg is tudja csinálni. Egyébként borzasztóan fárasztó, és amikor egy nap alatt 6-szor mondjuk ezt el, mert ugye 12 alsós osztályunk van, egy ilyen foglalkozásra 2 osztály ül be. A nap végére olyanok szoktunk lenni, mint 2 ilyen kifacsart szivacs, ugyanis egyre nehezebb a gyerekeknek mesélni. Tehát bában, és fantasztikus hallgatni, amikor ő mesél. Nagyon érdekes, ahogyan reagálnak a gyerekek, bár megjegyzem, az idei évnél döbbenetes volt, ugye hallottátok a mesét, hogy megöleli egymást a két testvér. Ugye mi ezt úgy csináltuk, hogy a gyerekek közben eljátszották, hoztunk zsákot, bent a cipelés, minden, amit lehet bevetetni, és képzeljétek el, hogy amikor ahhoz a részhez értünk, hogy megölelték egymást, nem akarták megölelni egymást. Szóval nagyon érdekes volt. Tehát én azt gondolom, hogy a testvér egy kincs. Az egy ajándék az élettől, ha valakinek van testvére. Hát nem tudom, hogy minden gyerek így gondolta el, de ha nem, akkor majd reméljük a testvérek éve alatt kicsit változik a véleménye. Úgyhogy akkor most megmutatom nektek a Móni. Ezzel a nyitott szíveddel hallgass meg a mesét. Egyszer otthon nem volt, de volt. Az hogy hol? Hát itt a szomszédban. Az itt. Volt két testvér, nem négy, kettő testvér, két fiú. Egy faluban éltek, mind a ketten, és mind a ketten külön-külön házat építettek. Ez egy gyönyörű falu volt a dombok övelésében.